Köszöntöm a nézőket! Kulturális magazinunk mai adásában a Bunyavác népcsoport történelmével foglalkozunk, de a Madarasi Harmonikások Alapítvány idei tavasz köszöntő koncertjét is felidézzük. Ha tehetik, tartsanak velünk! Történelmi, kulturális és irodalmi szempontból is figyelemre méltó a Bunyavác Kulturális Intézet legújabb kiadványa. Az értekezés a Dunamenti és Tiszamenti Bunyavácokról és Sokácokról című kötet a 19. századra jellemző gondolatvilágba és az egykori püspök Antonovics János feljegyzéseibe enged betekintést. A műről Ikotics Istvánnal, a kötet szerkesztőjével beszélgettünk. Köszöntöm a műsorban. Köszönöm. Az elmúlt évekre elmondhatjuk, hogy nagy hatással volt a pandémia, hiszen az élet minden területén felülírta korábban jól működő szabályokat, viszont itt a Bunyavác Kulturális Intézetben nem állt meg az élet az elmúlt 2-3 évben sem. 2019-ben megjelent egy kötet Bunyavácok címmel, ami nagy népszerűségnek örvend azóta is az érdeklődők körében. Mostanra pedig az értekezés a Dunamenti, Tiszamenti Bunyavácokról és Sokacokról című kötetet is kézbe vehették már az olvasók. Mesélni egy kicsit arról, hogy miben tér el egyáltalán a két kötet egymástól, és mi az, amit összefoglal ez a kötet? Mind a kettő. A közös jellemzőjük az, hogy egy hiánypótló anyagok mindenképpen, míg az első az egy ilyen ismeretterjesztő, monográfia jellegű, de ismeretterjesztő mű. Monográfia alatt azt értem, hogy kifejezetten egy témáról szól, és azt minden aspektusából, tehát egy népcsoportot, történelmét, néprajzát, kultúráját, a nemzetiség tudatát minden oldalról körbe járja, míg a most bemutatott kötet, ez pedig egy sorozat része, amiben a Bunyavác kultúrát, a Bunyavác irodalmat igyekszünk pontosan és alaposan bemutatni két nyelvű kiadványokban, az eredeti nyelven és magyarra lefordítva. Az első kötet az egy kicsit rendhagyó módon, míg a kötetek általában az irodalom különböző műfajaiból fognak bemutatni válogatásokat, tehát a népmesékkel készülünk, népköltészettel készülünk, általában lírai művekkel, színpadi művekkel, mondákkal külön, tehát különféle műfajokban és irodalmi területeken készítünk antológiákat, és azok már tükörfordításban is készülnek, míg az egyik oldalon az eredeti, a másik oldalon majd a magyar fordítás szerepel. Ez rendhagyó, ez a mostani kiadvány, mint a sorozat, a Bunyavác irodalom gyöngyszemei sorozat első része, mert nem tükörfordításban készült ez az egyik oka rendhagyóságának, hanem külön választó első részben a magyar fordítás került be, és a második felébe pedig a reprint kiadása. Ennek a 140 évvel ezelőtt megjelent történelmi munkának. Az érdekessége, vagyis ami miatt előre vettük, az, hogy Antonovics János, ő a püspök, ő az elindítója a Bunyavác mozgalomnak, aki nélkül nem beszélhetnénk most sem Bunyavácokról, és úgy gondoltuk illendőségből, hogy előre veszük az ő történelmi munkáját, így az irodalmi válogatás első lépéseként. Antonovics püspököt a Bunyavácok apostolaként is emlegetik. Mivel érdemelhetek ki a már említetteken kívül ezt az elismerést? Egészen elképesztő személyiség volt ő. Tehát a 1815-től 1888-ig élte, 19. században élte életét, és egy olyan püspök volt, egy olyan nagyon széles, műveltségű, nyelveket ismerő ember, a európai nyitottságú, nagyon sok európai kapcsolatot ápolt, levelezett, Kossuth Lajossal személyesen találkozott például, amíg ő Olaszországban élt. És ez a személyiség, ez olyan munkákra sarkalta, mint például, ahol élt Kalocsán segédpüspökként, takarék szövetkezetet indított, nőegyletet indított, folyóiratot adott ki Bunyavác és Sokács újság címen 1870-től. Néhány évfolyamot tudott ez megírni az akkori nemzetpolitikai sajátosságoknak köszönhetően.
és számos könyvet is írt, és közülük ez, amit lefordítottuk, ez a könyv az, ami kifejezetten profán, mert leginkább ő a katolikus liturgiához kapcsolódó, illetve katolikus hitvédelemhez, apologetikához kapcsolódó műveket írt. Ez volt az ő profilja sokkal inkább. Az, hogy ő egy történeti tevékenységbe kezdett, és elképesztő alapossággal, tehát egy segédpüspökként Bécstől Újvidékig rengeteg levéltárat végigjárt, szerzetes kolostort, ahol leveleket őriztek, és ezeket átvizsgálta, mint egy mai történész, egy püspök abban az időben. Ez egy óriási teljesítmény és egy óriási feladat, amit fölvállalt. Tehát mindezekkel együtt, ahogy említettem, ő a Bunyavác mozgalom indítója. Tehát ezért is hívják apostolának ennek a népcsoportnak, hiszen ő fogta egybe először, ő mondta azt, hogy az a kis népcsoport, nem is volt abban az időben olyan kicsi, aki egy nyelvet beszél, egy kultúrával bír, és ő is ebből a Bunyavác közösségből származott, ezzel ő foglalkozik, és ezt próbálja művelni, művelődésre bírni, mert nyilván ezek egyszerű sorban élő emberek voltak a korszak sajátosságai okán. Nagyon sok ösztöndíjat is adott, akik tanítók lettek, és átsugárzik, hogyha valaki ezt a könyvet akár elolvas, egy időutazás, a történészek azt mondták, hogy forrásmunkának értelmezhető könnyedén. Tehát, hogy valaki ezt olvassa, azt látja, azt a szemléletet, ami mondjuk a Petőfinél olvas a 19. század költőibe, hogy ő naívan és elképesztő idealizmussal hitt abban, hogy ha majd a szellem napvilága ragyog be minden házablakán, ha mindenki könyveket tud olvasni, mert megismerkedik az írással, a tudással, akkor az az ember az megállás nélkül olvasni fog és művelődni, és elszántan meg sem áll addig, amíg a jó pap holtig tanul, amíg lát maga előtt olyat, ami érdekli a könyvből. És hát ez mostanra már kicsit máshogy látjuk, de nagyon döbbenetes tetten érni ezt mégis, hogyha valaki ezt a könyvet a kezébe veszi majd és olvassa. Van célközönség, akinek kiemelten szól ez a kötet? Lehet egyáltalán, akár igen, hogyha rétegről, korosztályról beszélünk? Igen, határozottan. Mindenki, aki beszéli magyar nyelvet és olvassa, kettős célközönség van. Azt gondolom, hogy egyrészt, tehát a Bunyavác népcsoport az a magyar korona alá tartozott mindig, a magyar a királyság része volt egész történetében, és mint olyan egyrészt a minden magyar ember érdeklődésre tartott számot arra, hogy egy népcsoport, ami a magyar királyság része, milyen kultúrával bír, milyen identitással bír, milyen irodalmat írtak a nagyjai, vagy akár a nép, hogyha a nép irodalomról beszélünk. Ez az egyik, tehát minden magyar ember, aki érti, olvassa. Másrészt pedig célcsoport azok a bunyavácok, akik még tartják ezt az identitást. Baján éppen egy kis ábrát nyitottam itt meg ebbe a könyvbe, ahol az látható, hogy 300 évvel ezelőtt még a 92%-a a bajai lakosságnak bunyavác származású volt, illetve délszláv, és ez 300 év alatt minimálisra, szinte elenyészőre csökkent, még elenyészőbbre csökkent az, akik ezt a nyelvet még beszélik, de identitásként nagyon sok emberbe ott él, tudja azt, hogy akár a családneve, akár a magyarosított családneve, akár bármilyen más módon a családja kapcsolódik a bunyavácsághoz, és mi azt szeretnénk, és azért is adjuk ki ezeket a könyveket az intézettel, hogy erre büszke legyen. Ő nem egyszerűen egy magyar ember, aki bunyavác felmenőkkel bír, hanem ezen túl még bunyavác is, nem elvon a magyarságából, hanem hozzáad, hogy egy sajátos kultúrának az örököse, őrzője, és ezt most el tudja magyarul is olvasni. Nagyon kevesen beszélik már a bunyavác nyelvet, főként az idősebbek, akik anyanyelvként tanulták. Aki vissza szeretné tanulni, az nehéz helyzetben van, de ebben is segít a könyv, ebben is segít ez a sorozat, hiszen kétnyelvű tükörfordításban olvashatóak majd
egymás mellett a magyar és az eredeti bunyavác nyelven írt szövegek. Beszéljünk egy kicsit magáról a népcsoportról. Már csak azért is mondom ezt, mert ugye egymásnak ellentmondásos elméletek vannak fent a mai napig, amik a bunyavácok eredetéről, a népcsoport kialakulásáról, vagy azzal foglalkoznak. Ugye maga a bunyavác szó eredete is kétséges, vagy legalábbis nagyon sok elmélet van ezzel kapcsolatban. Mi erről az intézet véleménye? Hát az intézet egyes számú alapvetése, hogy ebben nem szeretne állást foglalni. Egyébként a Magyar Tudományos Akadémia álláspontjára erősítünk rá, amely annak idején, amikor foglalkozott ezzel, amikor önálló nemzetiségként elpróbálták elfogadtatni a bunyavátságot, azt mondta, hogy nagyon sok történeti és egyéb kutatás szükséges ahhoz, hogy ez maradéktalanul biztosan megállapítható legyen, hogy mi is ezek a bunyavátság eredete, hova is tartozik egészen pontosan. Mi nem szeretnénk igazságot tenni. A Bunyavác Kulturális Intézet határozottan azon az állásponton van, mivel Magyarországon nem elismert nemzetiség a bunyavátság, nem beszélhetünk így nemzetiségről, viszont egy kulturális identitásnak érezzük, és vannak olyan bunyavácok nyilván, akik csak bunyavásznak vallják magukat, és küzdenek azért, hogy ez nemzetiségként legyen elismerve. Vannak, akik horvátnak vallják magukat, vannak, akik a szerbekhez tartozónak érzik magukat, és nyilván legtöbben azok vannak, akik magyarok, magyar identitással bírnak elsődlegesen, és emellett keresik a gyökereiket, és azt látják, hogy a nagyszüleik, amikor ameddig óvodában nem kerültek, addig otthon bunyavácul beszéltek. Itt valami olyasmi van, amit érdemes egy kicsit kutatni, utána nézni. Mi ezekhez az emberekhez fordulunk leginkább, ezt szeretnénk erősíteni, mert meggyőződésünk, hogy ez olyan dolog, ami érték. És érdemes ápolni, érdemes utána nézni, érdemes az identitásba megtartani a családoknak a fiatalabb generációkban is. Tehát nem szeretnénk nemzetpolitikai területre merészkedni, azért sem, mert nem tudunk biztosat mondani. Igyekszünk minden oldalra rávilágítani, annak igazára vagy tévedéseire, de alapvetően mi nem nemzetiségként tekintünk a bunyavátságra, hanem egy kulturális értékként. Egyébként mennyire erős ez az identitás tudat, akár hogyha fiatalokat tekintjük, vagy azoknak a leszármazottait, akik ugye itt el is hangzott, hogy az idősebb generáció között vannak, akik még a mai napig beszélik ezt a nyelvet? Történtek erre kutatások, sajnos nem hazai indítatása, tehát például Zágrából ezt kutatták. Nem minden adat hozzáférhető még, hát ezt is alaposan érdemes lenne megvizsgálni. Én csak szubjektív tapasztalatokról tudok beszámolni, amelyek engem akár a könyv kapcsán megkerestek, visszajelzésként érkezett, hogy nagyon várták, nagyon örülnek, és eddig egy kicsit kusza volt számukra, hogy mi is ez, és mostantól pedig, hogy elolvasták a könyvet, tisztább és világosabb, hogy miről szól. A kötet leírásában úgy fogalmaznak, hogy a mű a 19. század érzés világába is beengedi az olvasót. Mit gondolt a 19. század embere akár az érzelmekről, akár a világállásáról? Tehát két területen tudjuk ezt most így megfogni. Az előbb a Antonovics püspök naiv idealizmusa kapcsán már utaltam is erre. Tehát az írástudó embereknek a műveiből ez tetten érhető, bár itt megemlítem, hogy roppant nehéz dolga volt a fordítóknak és a lektoroknak, akik ezzel a munkával dolgoztak, hiszen ez egy 140 évvel ezelőtti, már akkor is archaikus kifejezéseket gyakran használó, a püspöknek a neveltetése kapcsán egy németes, de nyilván latinul is németül végezte az iskoláit, egy németes, gyakran németes körmondatokba fogalmazó, nehéz szöveg, tehát egyrészt így tudjuk tetten érni az akkori ember gondolkodásmódját, erre ez egy kitűnő példa, másrészt pedig szinte csak a népi irodalmon keresztül, népköltészeten, népmeséken, az érzelemvilágot, gondolkodás leginkább azokon keresztül. A kötet a sokácokkal is foglalkozik. Hogyan alakult a népcsoport története az évek, évszázadok alatt? Ez a népcsoport, ez Mohács környékén, illetve a Baranya megyében van, illetve a határ déli oldalán élnek, még ők kisebb létszámban élnek, az identitásukkal
hogy is mondjam, ők tartják, például a sokász népszokásként a busójárás olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy náluk megmaradt ez a hagyomány, míg Baján a maszkajárás az évtizedekig eltűnt, ott ezt őrzik, és ez is talán egy támpont arra, hogy még erősebb legyen, de alapvetően a sokász népcsoport az kisebb létszámban élt mindig is, a Magyar Királyság és Magyarország területén is. Azon túl, hogy a bunyavácokról és sokácokról beszél, nagyon fontos a rácokról megemlékezni, ahogy például Dusnak környékén tartják magukat az ottani délszláv népcsoport. Ők se nem bunyavácok, se nem sokácok, egy teljesen önálló kis kulturális egység. Egyébként ez volt a jellemző mindenhol a Balkánon, és főleg a tenger melléken, a földrajzi adottságoknál fogva is, tehát elzárt kis medencék, szigetek, hegyek, völgyek, mindenhol egy-egy saját kis egyedi kultúra, ami egyszerű és megismételhetetlen alakult ki, és ezek nyilván kapcsolatban voltak egymással és hatottak egymásra, amikor viszont nemzetállamokba tömörültek ezek jól érthető okoknál fogva, néhány évtized késéssel a magyar, mondjuk 1848-hoz képest, akkor ezek beolvadtak a fő nemzetiségbe, ahogy például néhány, tehát 100 évvel ezelőtt még úgy számolnak be a horvátországi bunyavácokról, nagy számban vannak jelen. Manapság Horvátországban teljesen beolvadt, teljes mértékben asszimilálódott a bunyavátság, tehát eltűnt a bunyavác öntudat, szinte maradéktanul, nem látni bunyavác hagyományőrző csoportokat, egyszerűen a horvát kultúra részeként, vagy egészként tekintenek rájuk. Ennek sok oka van, de így alakult. Azt már említettük, elhangzott, hogy a kötet egy sorozatnak a része. Mikor várható a folytatás? Még az idei évben 3 további kötet jelenik meg. Ebből az első az már nyomdában van, a Bunyavác népmesék. Ez még tavasszal várható, és a nyár folyamán, illetve ősszel pedig további 2 kötet várható. Ugyanebben a formátumban, hasonló méretben, és tehát ott már tükörfordításban, ahogy mondtam. Akkor hamarosan azokat a köteteket is kézbe vehetik majd az olvasók. Igen, igyekszünk itt Baján is külön bemutatni majd őket, de már kaptunk jelzést, hogy mindenképpen Budapesten is számítanak bemutatóra. Főként azért, mert ezek a kötetek, ezek támogatott kötetek, tehát a manapság a nyomdai árak mellett ennek az összegnek több mint duplája lenne az előállítás, és több mint duplája az előállítási költség, és ezt támogatók révén, pályázatok révén sikerült lecsökkenteni ilyen jelentősen. Amiről még nem beszéltünk, és szerintem azért érdemes lenne néhány gondolat erejéig kitérni, az a környezet. Nagyon hangulatos, nagyon gyönyörű környezetben vagyunk. Mesél egy kicsit arról nekünk, hogy pontosan milyen funkciót is tölt be itt ez a konyha? Ez a Bunyavác konyha és közösségi tér, Aranybárány névre hallgat itt a Babics utca elején, igazából a Batthyány utcába tartozik a házszáma szerint. Mi sokat gondolkodtunk, hogy mi ez a mód, ahogy azon túl, hogy a kultúrát igyekszünk megismertetni a leszármazottakkal, illetve mindenkivel, aki erre megfordul, vagy erre lakik. Azt láttuk, hogy a gasztronómia az, amit iránt a legnagyobb a nyitottság, és ezért, meg mi magunk is kutattuk, mert egy gasztronómiai kiadványra is készülünk, azt gondoltuk, hogy ha egy közösségi teret indítunk, akkor szerencsés, hogyha ezt kiegészítjük egy konyhával is, és így ez együtt tud működni a kettő, és bunyavác ételeket készítenek itt a hozzáértők péntekenként élőzenés vacsorákkal, de számos más kulturális program is zajlik ezen a helyszínen. Annyit még elmesélnék, hogy az aranybárány elnevezés az nem pusztán onnit származik, hogy a bunyavác ételeknek egy jellegzetessége a bárány és a birka, hanem onnit is, hogy a bunyavácság kötődik az aranybárány nevű fogadóhoz, aminek most a Táncsics utcában még áll az épülete, ahol
1900-as évek elején az első bajai farsangot, Bunyavác farsangot, a Prél, Nagy Prélót tartották meg, és annak a bevételéből vásárolták meg aztán a Csitanicának, az alvégi keresztény olvasókörnek az épületét, ami most is működik. Akkor elmondhatjuk, hogy minden szempontból érdemes meglátogatni az intézményt, annak is, aki esetleg egy-egy finom ételt szeretne megkóstolni, de annak is, aki kulturális szempontból érdeklődik a bunyavácok iránt. Így igaz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. 6. alkalommal adhatott tavaszköszöntő koncertet a Madarasi Harmonikások Alapítvány Baján. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is elismert vendégművészek emelték az est színvonalát. Két év szünet után április 9-én szombaton ismét megtarthatta tavaszköszöntő koncertjét a Madarasi Harmonikások Alapítvány. A zenekar az idei repertoárt főként magyar dalokból állította össze, de bécsi keringő, balkáni kóló és kortárs zeneművek is felcsendültek az est folyamán. Balla Csaba azt mondta, lelkesen készültek a koncertre, a kezdetek óta pedig több helyen, belföldön és külföldön is felléptek már. Ezt az alapítványt anno egy kósza gondolatból 2005-ben hoztam létre. A cél az volt, hogy akkor harmonikázni tanuló kisgyerekeket és azokból kialakított zenekart támogassuk. 2013-ban teljesen új alapokra kellett helyezni ennek az alapítványnak a működését. Ez azt jelentette, hogy le lett cserélve a kuratórium, új vezetőség lett az alapítvány élén. Azóta, hála Istennek, eljutottunk több országba szerepelni, Horvátországba, többször voltunk Szerbiába, Erdélyben, most pedig nyáron készülünk Bulgáriába egy nemzetközi folklórfesztiválra, ahol 8 napig fogunk részt venni. Balla Csaba arról is beszélt stábunknak, szeretné, ha a hangszeren játszó fiatalok aránya gyarapodna a jövőben. Én amikor tanultam a zenét még kisebb fiatal koromban, akkor harmonika oktatás nem volt Madarason, ezért átalakítottuk a harmonika oktatást, mondjuk ilyen szakkör jelleggel, és abból fejlődött ki anno egy nagyobb zenekar. És mi ahogy át kellett alakítanunk 2013-ban itt a gondolkodást meg a hozzáállást, így most ez a zenekar működik. Jelen pillanatban sajnos a Covid megtizedelte a létszámunkat, ez itt is kihatással volt, de most azon dolgozunk, hogy a Harmonikások Országos Társaságával és egyéb harmonika tanárokkal közösen próbáljunk az utánpótlás nevelésben a fiatalokat bármilyen módon megfogni. Sajnos azt látom, hogy ez a mai fiatalság nem úgy viszonyul a zenéhez, mint annó mi gyerekkorunkban, ahol is Madarason a Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozataként alapfokú zeneiskolai végzettségeket tudtunk szerezni. Most is működik ez a zeneiskola, de nem olyan formában és nem olyan intenzitással, és itt főleg az intenzitáson van a hangsúly, mint anno, mondjuk 30 évvel ezelőtt, 35 évvel ezelőtt. Mi lenne a megoldás, mit gondol? Én úgy gondolom, hogy egy új marketinget kell kitalálni, ami jelen pillanatban az alapítványunk dolgozik is. Valami olyannal kellene megfogni a fiatalokat, ami felkelti az érdeklődésüket, és nem mindig a telefonnyomkodás és a számítógép előtt ülés az elsődleges, hanem próbáljuk meg azt, hogy igenis a zenének milyen élményei vannak, milyen lehetőségei vannak, és mit tud adni ez egy gyereknek a számára. A zenész hozzátette, ahogyan ők, úgy a közönség is vágyott már a koncertekre. Ami tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon rá vannak készülve az emberek, nagyon ki vannak éhezve arra, hogy egy jó műsort, egy jó
programot találjanak, mert ugye ez az elmúlt két év ez nem arról szólt, hogy felhőtlenül lehet boldogan szórakozni, hanem a bezártság, a nélkülözés és az elzártság volt az, ami jellemezte ezt az időszakot. A tavasz köszöntő koncerten ezúttal is a vajdasági operaénekes dr. Vitkai Kucsera Ágota énekelt a résztvevőknek. Nagyon megörültem, hogy újból felléphetek velük, mivel már nem először járok Baján, imádom Baján, gyönyörű, csak mondom, az a gond, hogy mindig esik az eső, amikor eljövök, úgyhogy keveset érkezek sétálni is, hogy milyen érzés, gyönyörű. Rátermettek, szeretetlen méltók, igyekeznek, törekednek, hogy fenntartsák nem csak a magyar nótát, az operettet, hanem más-más zenét is, úgyhogy próbálkoznak minden műfajban. Egy ideig csökkent a közönség érdeklődése, de szerintem ez is a koronavírus úgymond, hogy hozzásegített, mivel nagyon sok opera, operett, balettet meg lehetett nézni a tévéken, meg lehetett tekinteni, jobbnál jobb operaházakból, úgyhogy most már a közönség is, azt hiszem, hogy lassan, ha nem más, legalább csak azért, hogy együtt legyenek és élvezzék a zenét, lassan jönnek vissza a színházakba, és azt hiszem, hogy több számban jönnek vissza. A Madarasi zenekart idén is Miről Jug Mitya Jankovics vezette, aki immár 7 éve közreműködik a koncerteken. Nagyon jó az együttműködés közöttünk, bár a 7 év alatt még nem sikerült megtanulnom magyarul. Szerencse, hogy ismerem a magyar zenét. Több fellépésem is volt a Duna mentén, ahol magyar muzsika is szerepelt, így ez nem volt új forma számomra. A zene is egyfajta nyelv, amelyen keresztül az emberek megértik egymást. A zenészek legközelebb Madarason lépnek majd fel a helyi gyermek és ifjúsági fúvós zenekarral, egy családi majális keretében. És megmutatjuk, milyen kulturális programok közül válogathatnak a következő napokban. Tüzet viszek, lángot viszek. Április 22-én rendezi meg a népdaléneklési verseny járási fordulóját a Duna Népzene Néptánc Tanoda. A rendezvénynek a Bácskai Kultúrpalota ad otthont. Jótékonysági bál. A Bíkul Tánc Egyesület javára hirdetnek adománygyűjtő rendezvényt április 22-én.
Az eseményen táncbemutató, tombola és élőzenés mulatság várja az érdeklődőket. A bálnak a Malom étterem ad otthont. Kapunyítás este 6 órakor. Áprilisban is folytatódik a csillagleső est. Április 22-én este 6 órától ismét megismerkedhetnek a csillagokkal mindazok, akik ellátogatnak a Borbás Mihály látogatóközpontba. A részletekről az intézmény Facebook oldalán tájékozódhatnak. Népi énekkurzus. A sárköz és a bácska jellegzetes népdalait ismerhetik meg az érdeklődők a Duna Népzene Néptánc Tanoda által hirdetett oktatáson, április 23-án és 24-én. A népdalokat Navratil Andrea, Szabó Anna Mária, Lökszorsolya és Bagi Valentina tanítják. Mennyit ér egy nő? Április 23-án ismét a városban lép színpadra Falusi Marian. Az Artisius díjas énekesnő ezúttal a Don Lázi Swingtet kíséretében érkezik Bajára. A koncert este 7 órakor kezdődik a Városi Színház teremben. Folytatódik a Mozgó Mozi. Április 24-én újabb műveket vetítenek a Városi Színház teremben. Délelőtt 10 órától a legkisebbeket várják animációs filmekkel, míg a délutáni órákban a legújabb akciófilmekre válthatnak jegyet az érdeklődők. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Addig is szép estét, viszontlátásra!